jogállami dolog az, hogy mondjuk 9 évre ki van nevezve egy olyan médiatestület, ami egyébként rendkívül széles jogköröket kap, hál' Istennek az Alkotmánybíróság elvett belőle most néhányat, és csak egy pár delegátjai vannak közötte. Hát ez is olyan dolog, hogy hát nagyon necces. Vagy például az igazságszolgáltatás kapcsán, vagy ez az úgy rendben van, hogy a legfőbb ügyész mondjuk kiszignálhat ügyeket, vagy a legfőbb bíró kiszignálhat ügyeket, bizonyos ügyeket más bíróknak. Tehát, hogy itt ilyen típusú kérdéseket, hogyha most olyan mélységben belemennék a beszélgetésre, amit most belementünk a választójába, folyamatosan ez még demokratikus. És akkor az ember úgy van vele, hogy van egy kritikus tömeg. Amifőt azt mondom, hogy itt nyilvánvalóan egy olyan hatalmi nyomulás, ami ezeket a határokat feszegeti. És én azt gondolom, hogy egy választási rendszer nem attól demokratikus, hogy le lehet váltani a kormányt, ha nagyon nagy többséged van, hanem le lehet váltani a kormányt, ha többséged van, pont. Tehát nekem az a bajom ezzel a rendszerrel, hogy teljesen tudatosan, teljesen világos, nagyon hosszú, masszív munkával, amit nyilván olyan régen kezdtek el, hogy a Moszkva tér, az még Moszkva tér maradt az első szövegnél, és elfelejtették átírni Széth Kálmán térre. Tehát ezzel nem most dolgoznak a fiúk, tehát nagyon okosan, szépen kimatekozták. Az, hogy például 106 körzet van, az sem mindegy. Én ezt modelleztem különböző módon, hogy ha még egy lenne, akkor pont egy olyan megyébe kellett volna adni mindenképpen, ami alapvetően baloldali. Tehát ezek nagyon okosan ki vannak találva. És szerintem, hogyha ezt beleillesztjük abban a sorba, hogy például az adott törvényeket, mondjuk a személyadóban adó kulcsot, az kétharmados törvényhez köti, az, hogy milyen házszabályt akarnak most elfogadtatni, hogy milyen a magyar médiainhetési rendszer, milyen az igazságszolgáltatás, és a többi, mi hoznám ezt a hosszú sort, és még nem tudjuk, hogy pontosan hogyan lesz az eljárási törvény szabályozva, még nem tudjuk, hogy lesz a kampányfinanszírozás szabályozva. Szerintem itt igenis ki lehet azt mondani, hogy ez a választási rendszer egy súlyos visszalépés demokratikus normák szempontjából. A jelenlegi rendszerhez képest is, miközben bizonyos problémákat megold, újabbakat generál, szerintem fontosabbakat generál, mert a politikai versenyt alapvetően befolyásolja. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván a demokrácia, a diktatúra kérdése az egy skála. És az, hogy mikor vagyunk már a diktatúrában, és mikor már nem vagyunk demokrácia, ez... Ebben a kérdésben egy politikusként is az ember nagyon óvatosan nyilatkozik. De az, hogy ez az a folyamat, amiben benne vagyok az elmúlt másfél évben, az kiüresíti a parlamentáris demokrácia intézményeit. És ebben a választási rendszer egy nagyon fontos elem, amiben tulajdonképpen bizonyos szélsőséges esetek esetében, egyébként rendkívül matematikailag nagyon valószínű kérdések esetében nem az állampolgárok fognak dönteni, hanem a választási törvényt a háttérben megíró fideszes szakértők, ez szerintem nem demokratikus. És éppen ez azt gondolom, hogy ez a választási rendszer, hogyha így teszik fel a kérdést fekete-fehéren, nem demokratikus rendszer.